A következő néhány percben egy hasznos praktikát mutatok, melyet idővel mindenki saját vonásaihoz igazítva tökéletesíthet. Mostanra a szemöldökivét megformáztuk. Így folytathatjuk a festéssel és a puderezéssel. Először is felmérjük a megfestendő terület határait. A szemöldök kezdőpontját összekötöm a szemzuggal, amely így a festés belső határát adja. A szemöldök végpontját összekötöm a szemcsücsökkel, ez a külső határ. Végül összekötöm a szemöldök kezdő és végpontját, amely a felső határvonalat mutatja meg. Most egy kék színt választottam, hogy jól látható legyen a szemen. A festék felvitelénél figyelni kell arra, hogy vékony rétegbe kerüljön fel, finoman eldolgozva, különben visszacsöppenünk a 60-as években. A művelethez szivacsos applikátort használok, mert így kevésbé potyog a festék az arcra. Végezetül porcelánpúderrel festem a szem alatti területet, ami nem csak a szem alatti karikák eltüntetésében segít, hanem kiemeli a szemet, deríti és tisztábbá teszi a tekintetet.